A legutóbbi bajnoki fordulóban hazai pályán játszott a kiskörösi KSK csapata, akik a tabella élmezőnyébe tartozó pécsi VSL gárdáját fogadták. A jelenleg második helyen álló pécsiek ellen már az első félidő végére behozhatatlan hátrányt szerzett a kiskörös, hiszen 12-21-es állás mellett mentek pihenőre a fiúk. A kapuban szinte az egész mérkőzésen Káldi Tamás állt. Jó érzés volt, örülök neki, hogy ennyi idő bizalmat szavaztak nekem, úgyhogy az Andris is itt volt. Nem tudom, hogy mi volt az oka, András úgy döntött, hogy engem állít be, és hogy engem is hagy, örültem neki. A találkozón a hazai csapat rengeteg zicsert hagyott ki, miközben a vendégek felállt fal ellen is eredményesek voltak, és több gólt is szereztek lerohanásból. A mérkőzés végeredménye 24-39 lett. A szinte csak szerbekből álló gárdával szemben nem volt egyszerű dolga a kiskörösnek, főként a kapuban. Egy idő után próbáltam kifigyelni, hogy hova lőnek. Apa szólt nekem oldalról, hogy próbálnak lefelé lőni mindig, elindultam lefelé. Ez a meccs inkább az volt, hogy itt már gondolkodni kellett. Ez nem volt elég az, hogy beleugrani a lövésbe, itt gondolkodni kellett, egy helyben maradni és jó időben elugrani, elmozdulni. Úgy érzem, hogy egy-két mellénél, egy-két kapufánál nekem is szerepem volt benne. Bár a bajnokságban a kiskörös számos élvonalbeli csapattal játszott már, azonban a szerbek játékstílusa egészen más volt. Borzasztóan képzettek voltak, ahogy láttam. Lényegében néhány cserével végig bírták a meccset. Szerintem egy kicsit más világ. A pécsiek megmutatták játéksebességben és tudásban is, hogy nem véletlenül állnak a tabella második helyén, és ilyen arányban is megérdemelten nyertek.